teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten szent ígéjét, amint az írva található Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, második részének 1-13-ig terjedő verseje. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, második részének 1-13-ig terjedő verseit figyelemmel és ülve hallgassák meg. Te a munkáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemet. És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. De azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronázhatik meg, hanem szabályszerűen. Aki munkálkodik, a föld mívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülni. Értsd meg, amit mondok. Adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való, és az evangélium szerint, amelyért mint egy gonosztevő szenvedek, mint a fogságé, de az Istennek beszéde nincs. Annak utáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való kedvességet, örök dicsőséggel egyben. Igaz beszéd ez, mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő magát meg nem tagadhatja. A kegyelem Istenet tegyen áldotta az ő igényét, hogy beszéddel lakozzék bennünk gazdagot, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségébe. Gyertek, imádkozzunk! Örökkévaló mennyei felség, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, halljuk az ígéből, és tudjuk, ha nem is születésünktől, de vallásos neveltetésünk kezdetétől fogva, hogy bennünket ebbe a világba nem csak úgy eleresztettél, mint amikor a szél felkapja egy-egy növénynek a szirmait vagy magvait, és elrepíti messze földre. Nem csaptál ki bennünket, hogy menjünk, amerre akarunk, és történjék velünk, ami csak történhet, hanem küldetéssel, feladattal bíztál meg. Azzal a feladattal, hogy legyünk a te szószólói itt ezen a világon. Hogy hirdessük a te neved dicsőségét nem csak szavakkal, hanem tettekkel, egész életünkkel, hogy aszerint a rend szerint, vagy aszerint a gyönyörűséges igaz szerint éljünk, amit a mi Urunk Jézus Krisztus reál bízott, hogy ezáltal közösségé tudjunk formálni, hogy igazi gyülekezetet legyünk, hogy testvéri közösségben éljünk, hogy felebarátok vegyenek körül mindenkor, akikre számíthatunk, és akik bizton számíthatnak rá. És te látod, Urunk, hogy mennyiszer eluralkodik rajtunk az önzés, a nem törődőség. Hogy mennyiszer nem látunk túl az orrunk egyénél, hogy nem tudunk és nem is akarunk gondolkozni sem közösségben, sem távlatokban, hogy nem mérjük fel, vagy lehet csak nem érjük fel ízzel, hogy milyen súlya van mindannak, amit rám bíztál, hogy mennyi felelősséggel tartozunk, vagy tartoznánk, hogyha komolyan vennénk
együtt vár szent házadba, és nyilván azért, hogy amit mi nem tudunk, abból tanuljunk valamit. Amit még nem értettünk meg, abban egy kicsi világosság újjon az elménkbe. Ami iránt mi nem érzünk felelősséget, azt tudjuk valamennyire felvállalni, és egyáltalán egy kicsi lépés legalább tegyünk meg a hozzánk vezető úton. Kérjük hát, áld meg, szenteld meg együttlétünket, az ígének hirdetését, hallgatását, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Imádkoznak heti rendszerességgel azért, hogy
akkor megáll az ember, és nagyon könnyen azt kérdezi, azt gondolja, hogy de hát akkor az Úristen nem hallgatja meg a bűnöket, és akkor az Úristen nem teljesíti az ember kérését, akkor az Úristen nem tartja meg az ő ígéretét, akkor én az Úristen előtt kevesebb vagyok, mint az a másik, akinek meghallgatta, akinek szerencséje volt, akinek jobban megy sorsa, az Úristen személyi válogató. Valljuk be, bizony bennünk is megfogalmazódnak időnként olyan kérdések, amik arra vonatkoznak, hogy vajon az Úristen csak ugyanolyan, ahogyan ő magát igében nekünk kijelentette, vajon nem találunk valami fogyatkozását, valami hibáját, nem kapjuk rajta valamit, ami nem volna igazából hozzá méltó. Az, amit Jézus kimond ebben az igében, egészen egyértelmű. Azt mondja, amit csak kértek, megadja néktek az Atya. Hozzáteszi, hogy eddig nem kértetek, mostantól még csak én sem kellek, nem pont így mondja, de ez a lényege, még csak én sem kell közben járjak. Érettetek, közvetlenül az Atyához fordulhatok, mert az Atya annyira szeret titeket, hogy mindent megtettek. Mielőtt ezt a kijelentését az Úr Jézusnak általános érvénynek, vagy akár törvénynek, szabálynak gondolnánk, egy kicsit azért nézzük meg, hogy mi van, mi lehet mögötte, tehát hogyan lehet szerte oszlatni a magunk kétségeit, kételyeit, hogy kerülnek helyükre a dolgok, úgyhogy ne legyen ellentmondás, és bennünk sem maradjanak kérdések Istent vagy magunkat illetően. Jézus a tanítványaihoz beszél, azokhoz, akiket ő külön elhívással hívott el. De nem is ezen van a hangsúly, hogy külön elhívást nyernek az Úr Jézus Krisztusról, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ezek a tanítványok Jézus Krisztus mellett bizony egy nagyon komoly iskolát jártak. Ha nem is volt az a szószoros értelmében vett iskola. Tehát nem úgy lettek ők tanítványokká, hogy Jézus odaszólt Péternek, Andrásnak, Jánosnak, Jakabnak és a többieknek, hogy gyertek, kövessetek engem, és másnaptól kezdve ők már apostolok voltak. Aki egy kicsit is járatos az Új Szövetség történeteiben, tudja, hogy bizony hosszú és sokszor keserves folyamat volt Péternek, Jánosnak, Jakabnak, Tamásnak, többieknek tanítványát és különösen apostollá érni. Sokszor kérdeztek utaságokat, sokszor cselekedtek helytelenül. Megijedtek, elfutottak, amikor azt látták, hogy a mesterüket, a zsidók elveszték. Megijedtek, amikor a feltámadott Jézus megjelent neki, pedig tudván tudniuk kellett volna, hogy csak ugyan feltámadott és csak ugyan velük lesz. És egészen addig, amíg első pünkösd alkalmával Istennek szent lelke ki nem töltetett reájuk, igazából nem voltak jó semmire, vagy legalábbis semmi többre, mint amire egy átlagos hétköznapi ember ne volna jó. És akkor még beszélnünk kell néhány szóval Pál apostolról is, aki ugyan nem járta ki ezt az iskolát, a Krisztus melletti iskolát, de tanult éppen eleget, hiszen tudjuk, följegyezték a régiek, hogy Pál apostol egy nagyon híres annak a kornak a leghíresebb tanítójának, zsidó mesterének, rabbiának volt a tanítványa, feltételezhetjük a legjobb tanítványa volt ennek, tehát járatos volt a törvényekben, az írásokban, de bizony járatos volt a kereszténységben is, hiszen fő feladatának tekintette a keresztényeket üldözni, összefogdosni, ha kellett, akkor halálra adni, és ahhoz, hogy tudja, ki azok, akiket ő üldöz, bizony utána jár.
és a kereszténység. Amikor Jézus a damaszkuszi úton pálapostot megszólítja, Pálnak nincs egyetlen kérdése sem, amit még nem tud, tudjuk az apostol cselekedeteiből, Damaszkuszban megtanulja nagyon rövid idő alatt, és lesz ezáltal Jézusnak egyik legtöbbet munkálkodó apostola munkatársa. Amikor már ott vannak, hiszen János 16. részéből olvastam, tehát útjuk, érésük, tanítványságuk, vége felé közelednek ezek a tanítványok, tehát mikor már ott vannak a cél előtt, vagy akár mondhatnám azt is, hogy a vizsga előtt, mert tekinthetjük pünkösd napját, az apostollá válást vizsgálnak, és jól vizsgáznak ezek a tanítványok, de mikor már egészen közel vannak, akkor Jézus mondjuk azt, hogy és akkor innentől kezdve bármit kértek, az Atya megadja nektek. És talán még most is fölmerül bennünk a kérdés, hogy hát ennyi az egész, hogy valaki 3 évet eltölt Jézus mellett, azután vizsgázik a hitéből, a hűségéből, a szolgálatból, és akkor onnantól bármit kér, valóban az Atya megadja neki. Hát így is lehet tekintet, hogy ez ilyen egyszerű és ilyen könnyű, aztán tessék kipróbálni. Tessék kipróbálni, hogy valóban olyan könnyűre, szívvel, lélekkel, teljes élettel, minden gondolattal, elszállással Jézus Krisztus apostola lenni, úgy, ahogyan mindannyian, ugye tudjuk, Júdás leszakad tőlük, de mindannyian, akik megmaradnak, apostollá váltak, és elvitték az igét szerte a világba, és halljuk Pál apostol levelét Timóteushoz, amit fogságból hír, tömlöcből hír, és én nem hiszem, hogy bárkinek feltűnt volna, hogyha nem mondja maga az apostol, hogy elszenvedek, vállalok bármit a tömlöcig, nem feltételes módban mondja, hanem mert ott van, tehát nem tűnt volna fel senkinek, hogy ez egy fogságból ír belé. Nem panaszkodik a börtön körülményekre. Most egy kicsit anakronisztikus leszek, de hogy nincs televíziója, meg mobiltelefonja és egyebek, vagy hogy kenyérem és vizekre elérni neki. Ő Jézussal van ott a törvözben is. Ahogyan, ha bárki hívő keresztény embernek olvastátok a visszaemlékezéseit, remélem, hogy volt alkalmatok, vagy legalább TV-ben egy riportot látni, azokkal, akik a szocializmus éveiben Jézus Krisztus nevéért börtönbe kerültek, ők se arról beszéltek, hogy milyen rettenetes körülmények voltak, mert voltak. Arról beszéltek, hogy milyen csodálatos volt megélni a hitet ott a börtönben, a rettenetes körülmények is azoknak dacára. Tehát ezek az apostolok valóban teljes elszállással és teljes élettel állnak Jézus mellé, és talán itt már érkeztünk, hogy egy olyan bizalmi kapcsolat alakul ki Isten és ember között, ahol már az Úristen nyugodtan rábízhat bármi ezekre az emberekre. Mintha azt mondanám, hogy ez egy elég ismert kép és réges régóta ott él a kereszténységben, hogy tessék Péter, itt vannak a mennyországnak a kulcsai, ne átbízom. Ott van a Szentírásban, hogy amit megnyitok, az nyitva lesz, amit megkötöd, bezártok, azt pedig kötve és zárva lesz. Azt mondja Isten, itt van a mennyország teljes hátháza, mi csak kell, vegyétek el oda. Milyen különös, gondolnám, hogy Péter és Pál és a többiek nem aranyat, nem ezüstöt kérnek Istentől, pedig szétoszthatnák ugye a szegények között sok-sok ember boldoggá, vagy lehet, hogy nagyon boldogtalanná tehetnének vele, hanem lelket kérnek és kapnak,
senki nyilván. Mert annak a kicsi gyermeknek felügyelem kell. Arra mi vigyázni kell. Még csak a kárha közelébe sem engedett, de tudom, hogy a tűz van abban, akkor nagyon könnyen megérni magát. Egy éles is nem adok a kezébe, mert tudom, hogy megvágja magát. Tudom, hogy én tartozom felelősséggel azért a gyermekért, aki élete. Na de hadd kérdezzem meg, hogy és akkor kicsoda az, aki egy törvényen kívüli ember, egy erőszakosnak, egy rablónak, egy gyilkosnak fegyvert ad a kezébe, és azt mondja, tessék, testvér, menjél, aztán csinálj, mit akarsz vele. Nem őrültség lenne és felelőtlenség. Törvények kívüli embereknek a kezébe pusztítás, adják nyilván azonnal arra használnák fel. Na de, hadd kérdezzek olyat, hogy ki tudná azt elképzelni, hogy egyszer csak megjelenik a házában az államelnök, és azt mondja, hogy gyere, és innentől kezdve legyél miniszter a kormányban. Vagy azt mondaná, hogy gyere, és irányítsd ezt és ezt az egyetemet, hogy irányítsd azt a vállalatot, meg is ijednénk, meglepődnénk, bár lehet a következő pillanatban már azt gondolnánk, hogy biztos méltók vagyunk, és megvan hozzá a kellő tudásunk, de talán a józanság engedne, még a felkínált pozíció és fizetés ellenére is, hogy azt mondjuk, hogy de hát én erre nem vagyok elég. Ehhez én még kevés vagyok. Erről van szó, testvéreim, hogy ahhoz, hogy az Úristen reál bízhassa az ő javait, ahhoz, hogy igazzá legyen az életünkben az, amit Jézus Krisztus a tanítványainak mond, hogy kérjenek bármit is megadatik nektek, ahhoz nekünk tanulni kell. Tanulni és gyakorolni kell. A kereszténységet, a hitet, a szeretetet, a türelmet, a megértést, a felebarátságot. Mert az Úristen lát bennünket. És ha azt látja, hogy nem úgy bánunk a rám bízott javakkal, ahogy kellene, akkor azt mondja, hogy ennyi, tessék csak még egy kicsit tanulni. Tessék még egy kicsit gyakorolni. Most csalódtam benned egyszer, látnunk kell, hogy valóban rád bízhatom. Valóban teljes felelősséggel tudsz viseltetni mind azokban, amik igazából már végességgel rátartoznak, hát testvéreim, nézzünk már magunkba és nézzünk körül, jó, hogy vannak gyermekek körülöttünk, de vannak itt szülők, nagyszülők, felnőtt, komoly emberek vagyunk, akik már annyi mindent tanultunk, annyi mindent gyakoroltunk, tudjuk mi a rossz, tudjuk mi a jó, mi a törvényes, mi a törvényen kívüli, mi a helyes, mi a helytelen, hát akkor az Úristen előtt hogy nem tudunk elszámolni? Hogy nem tudunk teljes felelősséggel lenni? Úgyhogy nem akarunk. Semmi más akadály ennek nincsen, az akarás kérdése, hogy Istennek akarunk szolgálni, vagy másnak. Ugye azt is tudjuk, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, egyik kedvenc ifjúsági ének. Vagy Istennek szolgálunk, vagy a mammonnak, a pénznek. Vagy Istennek szolgálunk, vagy a világnak. Itt áll és bukik, és bizony legtöbbször bukik a dolog, hogy mert a világ itt van, mert a pénz kedves és sokszor hiányzik, azonnal szükségünk van rá, ezért inkább engedjük. A láthatónak, a kézzel foghatónak, a közel levőnek, csak amikor bajban vagyunk, csak amikor Isten lelke úgy megérint bennünket, csak amikor a lelkünk már annyira ki van éhezve és szomjazva, hogy már azt sem tudjuk, hogy mi a bajunk, akkor ezt érjük. És akkor kezdjük keresni az Isten, és akkor
és nyitva Isten mennyi tárgyal. Mennyi belőle, hogy mennyire vagyunk jó, mint annak felhasználásában, amit az Úristen erre a világra szállni, ez rajtunk múlik. Tessék felelősséggel. Isten előtt állva, nyíltan, őszintén, bűnbánattal kérni most és mindenkor, hogy lehessünk az ő gyermekei, szolgái, tanítványai, apostolai, járhassunk az ő útján és gyakorolhassunk mindazt, amire nekünk szeretteinknek a világnak szüksége van. Mert hiszen tudjuk Isten útján járni, gyönyörűség. Urunk Istenünk, bizony sokszor úgy éljük meg a mindennapjainkat, hogy az van a szívünkben, hogy szűkölködünk nagy mértékben a segedelem nélkül. És lehet, hogy ebben is téged hibáztatunk, hogy hát miért nem sietsz a segítségünkre, amikor mi kiálltunk te hozzád, amikor tudván tudod és látván látnunk kell, hogy mi nagyon nagy bajban vagyunk. Persze az is nyilvánvaló, hogy ebbe a bajba szinte kivétel nélkül mi sodorjuk, vagy sodorjuk magunkat. És az is nyilvánvaló, hogy hiszen van a segítség, semmi más nem kell hozzá, mint tudni elfogadni szívvel, lélekkel, őszintén, igazán. Nem hátat fordítani, nem elutasítani, még a bajban is, még a szükségben is, mint ahogy teszik sokan, vagy mint ahogy tesszük sokszor, hanem feltétel nélkül átadni magunkat a te kegyelmednek. És minden apró kicsi ajándékot megköszönni, és minden ajándékot továbbadni másoknak, hiszen tudjuk, hogy ez a dolgunk a világon, közösségben, fele barátainkért élni. Mert megtanulhattuk volna már régesség, hogy összefogva, közösségben, gyülekezetben, családban, fele barátokkal, testvérekkel körülvéve sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb, sokkal örömteribb, vidámabb minden dolognak a véghez vitele. Semmi magunknak uborgatni, csak magunknak élni embertársainknak hátat fordítani. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget, amit felkínálsz, és hadd kérjük, hogy élhessünk minél jobban vele. Úgy, hogy mind többet és többet tanulunk mindabból, ami a te országodra tartozik. Úgy, hogy mind többet és többet gyakoroljuk magunkat, mindazokban, ami a tanítványságot, az apostolságot jelenti. Úgyhogy vállaljuk a küldetésünket, a kereszténységünket. Nem, hogy nem szégyeljünk a világ és embertársaink előtt, hanem nyíltan hirdetjük a te dicsőségedet, Urunk, és szolgáljuk feltétel nélkül alkalmas és alkalmatlan időben. Így segítsd meg, Urunk, gyülekezetünket, anyaszent egyházadat, az egész kereszténységet, hogy ami fogyatkozás van a világban, azt tudjuk helyrehozni, hogy a világot formáljuk a te képedre, Urunk, és ne a világgal akarjuk egyé válni. Segítsd a rászorulókat, a bajban lévőket, a gondokat, terheket, megpróbáltatásokat, betegségeket, hordozókat, hogy minden akadály, kísértés, próba ellenére tudják vállalni Isten fiúságunkat. Legyenek ők is mindnyájan, küldötteink ezen a világon, akik a te dicsőségedben élnek. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök az Isten dicséretében.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje, legyen is maradjon mindjárt. Kérem szépen a hatodikosokat, tehát a kis konfirmálókat, hogy péntek este 8 órára jöjjenek az irodára. Tehát a hatodikosok, az első éves káfésuk péntek este 8 órakor jelenjenek meg az irodába. Hirdetem végül polgármesteri hivatal kérésére, hogy szerdán fát fognak árulni 160 lej köbméterre a fák. Én nem tudom megmondani, hogy hol van, tessenek majd érdeklődni, de Vadarcson a polgármesteri hivatalnál szerdán fát lehet vásárolni 160 lejes köbméterre. Thank you.